Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Hagymalekvár konyhájában. A mai videóban szilveszteri parti falatkákat készítek. Biztosan ti is sokan vagytok úgy, hogy a nagy karácsonyi evészet után már nem vágytok szilveszterre is hatalmas nagy nehéz ételekre, de azért egy-két jópofa ötletet szívesen vennétek. Gyorsan és egyszerűen elkészíthetőek és jó mutatnak az asztalon. Próbáljátok ki bátran! Először egy sajtos tojásos roládot készítünk. Hozzávalók. 3 darab tojás, 200 g reszelt sajt, ez lehet trapista vagy bármilyen kedvenc sajtunk, 100 g parmezán, 3 púpos evőkanál görög joghurt, egy kisebb csokor petrezselyemzöld, só, bors és szerecsendió. Aki nem szereti a szerecsendiót, nyugodtan kihagyhatja. Verjük fel a tojásokat a fűszerekkel. Ez ízlés szerint, de arra vigyázzatok, hogy a sajtoknak a só tartalma még pluszba hozzájön. Adjuk hozzá a görög joghurtot, vagy bármilyen más joghurt is tökéletes, majd keverjük el benne a sajtokat. Tehát rém egyszerű összeállítani. Aprítsuk fel a petrezselyemzöldet, azt is adjuk hozzá. Olajozzunk ki egy tepsit, nagyjából egy olyan 25x30 cm-eset, de nem kell pontosan, az a lényeg, hogy egy fél centi vastagságúra próbáljuk meg egyenletesen kikenni rajta ezt a masszát. Ezután 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 15 percig süssük. Ez sütőfüggő, nem kell, hogy nagyon megbarnuljon, mint a tojás rántotta, tehát úgy képzeljétek el, hogyha már látjátok, hogy szépen összeállt, akkor kész van. Ezután hagyjátok kihűlni. Ha kihűlt a tojáslepény, vagy nem is tudom minek nevezem, tehát ennek a tojásos sajtos tekercsnek az alapja, akkor húzzuk le róla a sütőpapírt. Na most én itt ketté vágtam azért, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy miket lehet ebből csinálni, de az egészből is elkészíthetitek a tekercset. Én most csak a feléből készítek tekercset, a másik feléből majd egy másik fajta parti falatot fogok készíteni. Itt használhatok fűszeres krémsajtot, vagy ilyen csilis, paprikás krémsajtot, tehát tényleg ez mindenkinek a fantáziájára és az ízlésére van bízva. Én ezt fűszeres krémsajttal kentem meg, egyenletesen véknyan, sonkát tettem rá, petrezselyemzölddel borítottam be, de tehettek rá rukkolát, vagy ha valaki szereti fonnyasztott spenótot, tehát tényleg bármit, majd pritamin paprikát, és így tekertem fel. Az a lényeg, hogy változatos színek legyenek benne, majd mikor felszeleteljük, ez szépen fog mutatni a különböző színek egymáson. Ezután szorosan tekerjük be folpakba, és tegyük be a hűtőbe. Egy órára, vagy mielőtt feltálaljuk, addig is bent lehet, ez akár több óra is lehet. Ha összeért a roládunk, akkor szeleteljük fel. Szúrjunk bele ilyen kis parti falatkákba való kis pálcikákat, de akár fogvályót is, ha az van otthon, az is tökéletes, és így tálaljuk. A másik feléből ilyen kis szendvics falatkákat készítettem, amihez ilyen Aldiba vettem ezt a barna kenyeret, látjátok ezt a fajtát. Ezen kívül rukkolát használtam hozzá, lazacot, és a csilis paprikás krémsajtot. De ez csak egy ötlet, tehát ezt variálhatjátok bármilyen módon. Egyforma méretűre vágtam a kenyeret és a tojásos lepényt, hívjuk lepénynek. A kenyér mindkét oldalát megkentem ezzel a csilis krémsajttal. Tettem rá egy réteg lazacot, a rukkolát, de aki nem szereti lazacot, sonkát is tehet. És így rétegezzük tovább. Ezután, mikor jó szorosan összeillesztettétek, én le is szoktam nyomni egy vágódeszkával, akkor csinos kis szeleteket, kis falatokat lehet belőle vágni. És tálalhatjuk is. A következő recept egy sajtgolyó lesz. Hozzávalók. 150 g kék sajt, 100 g krémsajt, aszalt paradicsomból egy 60-65 g-nyi bors, és a végén én még egy kis parmezánt reszeltem hozzá, de ez már elhagyható, ha az állaga úgy kívánja, hogy túl lágy, tehettek hozzá. Az aszalt paradicsomot apró darabokra vágjuk fel, majd morzsoljuk hozzá a kék sajtot.
Egy villa segítségével tördeljük össze. Ezután a krémsajtot is hozzákeverjük. Fűszerezzük. És a végén én egy kis parmezánt még reszeltem hozzá, de ez opcionális, tehát elhagyható. Ezután fél órára tegyük hűtőbe, hogy egy picit összeálljanak az ízek és a massza is megkeményedjen, majd tetszőleges méretű gulyókat formázzunk belőle. Látjátok, hogy én mekkorákat készítettem, pingponglabdától azért ez kisebb volt. Ebből a mennyiségből nekem 12 darab lett. Tálalás előtt szúrjuk bele ropikat, és így tegyük az asztalra. Ha tetszett a recept, készítsétek el ti is, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, még több videóért. Nyomjátok meg a csengőt, hogy értesülhessetek a legújabb videó megjelenéséről. Kövessétek a Hagymalekvát a Facebookon és az Instagramon is. Boldog új évet mindenkinek, sziasztok!